napsugár, ha vidáman ébred, beköszön az ablakon. Felhőtlen, tiszta arccal mosolyog az ágyamon. Jó reggelt kívánok, mondja, s nevetve szemembe néz. Gyerünk gyorsan, ugorj az ágyból, vigyázz, hogy el ne kérj. A tükör szélén táncra perdül, kibontja sok színét, s a szobám falát körbejárja, szivárványt szórva szél. A porszemek életre kelnek, s a levegő felpezseg, s valahogy minden arra vár, hogy én talpon legyek. Ó, napsugár, ó, napsugár, én szeretlek nagyon. Jöjj el hozzám minden hajnalon. Ó, napsugár, ó, napsugár, én szeretlek nagyon. Olyan jó lenne, ha így kezdődne minden új napon. Semmi kedvem sincs felkelni, azt hiszem ez érthető. Ha borús felhők lógnak az égen, az ágyból kimászni kár. De egész másra már korán reggel mosolyog a napsugár. Ó, napsugár, ó, napsugár! Szeretettel köszöntök mindenkit a Facebookon. Hát valamikor még a tavalyi év háromnegyedénél jelentkeztem minden a új orvosi rendelőből, és hát elég sokáig tartott sajnos, amíg elérkeztünk ehhez a mai naphoz, így január elején, hogy át tudjuk költöztetni a doktornőt, illetve a védőnői szakszolgálatot. Az itt lévő bútorokra kellett ilyen nagyon sokat várni, láthatják, hogy mindegyik új, és én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokáig fogja ez a város egészségügyét szolgálni, mint az épület, mind a bútorok, és abban is bízom, hogy nem kell sok embernek jönni ide, ami azt jelenti, hogy a városunk lakói egészségesek. Nem fogunk megállni, megyünk tovább a város fejlesztésével, és remélem, hogy hamarosan újabb jó hírekről tudunk beszámolni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!